Vendégem Török Ferenc, sportújságíró. Szervusz, Feri. Sportos jó estét mindenkinek. És az elmúlt hét legérdekesebb sport történéseit fogjuk majd az elkövetkezendő percekben megbeszélni. Szóval ez kézilabdáról, vízilabdáról, kajakkenről és nyilvánvalóan természetesen fociról minden mennyiségben. Kezdjük is kézilabdáról, hogy ezüstérmes a Veszprém. Amikor egy héttel ezelőtt itt ültünk, akkor ugye abban reménykedtünk, hogy lesz két győzelmünk, egy kézilabda és egy vízilabda. Most ebből maradt egy ezüstérem, ami természetesen aminek örülünk, hiszen aki nézte a hétvégén a kézilabda BL döntőt Kölnből, azt láthatta, hogy milyen hatalmas küzdelem folyt a helyezésekért, illetve a döntőben milyen nagy mérkőzés vívott a Barcelona és a Veszprém. Korábban ugye szombaton a Kielt legyőzve jutott a Veszprém a döntőbe, és hát a barcelonaiak nagyon jól felkészültek a magyar csapat játékából, taktikájából, és ennek is köszönhető az, hogy sikerült győzniük. Érdekes dolog ez, két okból is részben azért, mert tavaly ugye, amikor a Veszprémiek bejutottak a legjobb négy közé, először a BL történetében, korábban még 2002-ben, amikor még back volt, akkor már voltak ők a négyes döntőben, de azóta nem. Tehát tavaly azt nyilatkozták, amikor bejutottak és negyedikként végeztek, hogy idén dobogóért megyünk, ez a dobogó ez meg is valósult. Nyilván ők az aranyéremre gondoltak, de ez az ezüstérem is egy nagyon-nagyon szépen csillogó érem. Nagyon megküzdöttek ezért a medálért, és ami még az érdekesség, hogy a mérkőzés előtt a szaksajtó, a szakértők úgy harangozták be ezt a mérkőzést, hogy a két legjobban védekező csapat csap majd össze a fináléban. És ez így is volt, mert mindenki együttesnek nagyon jó a védő sora, de ezúttal a Barcelonája jobb volt, mert úgy tűnt, legalábbis én úgy láttam a tévéképernyő előtt, hogy mintha szombaton kifáradtak volna a magyar játékosok, nem érkeztek vissza pontosan a támadásokkal, és sajnos szombaton nagyon jó volt a kapus teljesítménye a magyar együttesnek, és ez nem volt elmondható vasárnap, hiszen kétszer is cserélt a Veszprémiek edzője Ortega, és sajnos nem sikerült a váltással sem följavítani a kapus teljesítményt. Ez a végeredmény, tehát hogy a 28-23 felé, te mit gondolsz egyébként, hogy ez egy ilyen, te, mint aki nyilvánvalóan láttad te is a mérkőzést, ez egy ilyen megérdemelt pontszámok voltak ezek, vagy azért eléggé komolyan összecsaptunk, illetve ez a különbség nagyon nagynak számít? Nem, ez teljesen reális, tehát azt sportszerűen el kell ismerni, hogy ennyivel jobb volt a Barcelona, és tény is való, hogy a magyar csapat fáradtan játszott, ezen kívül volt még két nagyon döntő dolog. Az egyik, ugye már említettem a kapus teljesítményt, a másik az, hogy a spanyolok sokkal jobban alkottak egy csapatot. Ott ugye Korabatic mellett volt még másik két-három játékos, aki 4-5-6 gólt is lőtt, míg nálunk teljesen egyedül maradt Nagy László, aki ugyan lőtt 8 gólt, de az önmagában kevés volt ahhoz, hogy a csapat akkor, amikor már többször volt a mérkőzés, hogy csak két gólos előnye volt a spanyoloknak, hogy akkor ezt az előnyt végig is ledolgozzák, és maguk javára fordítsák a küzdelmet. Nem véletlenül írták másnap a nemzetközi bírálatok vagy értékelők, hogy Nagy László egyből kevés volt, tehát egy személyes csapatnak titulálták magyarul a Veszprémet. Folytassuk vízilabdával, ugye vert mezőnyben az Eger és a Szolnok a BL fináléban. Hát igen, ez egy nagyon nagy fegyvertény volt, hogy két magyar csapat, a tavalyi bajnok és az idei bajnok jutott a BL 6-os fináléjába, és joggal reménykedett mindenki, hogy ebből a magyar duóból csak kijön egy szép érem, hogy is ment oda az Eger és a Szolnok is, de sajnos nem valósult meg ez az álom, vagy ez az elképzelés. Megint csak ismételni tudom azt, hogy
rá kellett jönni a magyar pólósoknak, hogy egy BL 6-os döntő az nem ugyanaz, mint egy magyar bajnoki rájátszás, és ez nem kritika akar feléjük lenni, hiszen bebizonyította az Eger is és a Szolnok is, hogy milyen remek vízilabdások vannak az együttesben, de most úgy tűnt, hogy ugye a Eger is és a Szolnokiak is spanyol, illetve olasz együttestől kikaptak, és aztán egymás ellen játszottak az ötödik helyén, mintha mind a két együttes egy kicsit le lett volna ereszve már a bajnokság után, kicsit mintha túlzottan is rá hangolódtak volna korábban az itthoni helyezésre, a bajnokság megnyerésére, a rájátszásra, és valahogy itt a BL-ben nem tudtak ellen fölprögni. Ezt azért mondom, lehet aztán, hogy nincs igazam, elismerem, hogyha a hülyeséget mondott, vagy ha tévedek, hogy az ötödik, hatodik helyért játszott az Eger és a Szolnok, és bizony az Eger, ugye, amelyik idén a bajnokságban harmadik helyen végzett, 8 hétre legyőzte a Szolnokot, és a Szolnok már egy kicsit kedvezhetetlen is volt, talán az Egernek fontosabb volt, hogy egy picivel előrébb végezzem. De a lényeg az, hogy itt sincs szégyenkezni való, egyik együttesnek sem, mint ahogy a Veszprémnek sem, és hogyha még szabad itt egy megjegyzés, hogy ugyan nem nyertünk aranyérmet egyik fináléban sem, egyik BL sorozatban sem, de a kézlabdásoknál a Veszprémi Ilics, illetve a pólosoknál Varga Dénes lett a mezőny legjobb, illetve a legjobb játékos, a legtöbb gólt dobó játékos, úgyhogy ha más nem is, egy pici szépségtavasz azért kapott a Veszprém, illetve a Szolnoki együttes is. Beszéljünk egy kicsit a kajak kenuról felé, mit tudhatunk a Honvéd kajakosairól? Hát a Honvéd kajakosairól azt kell tudni, hogy ugye évtizedek óta a világ évvonalában vannak. 1980-ban Vaskut István nyert először olimpiai bajnokságot a kenusként a moszkvai olimpián a piros-fehér együttesnek, és az adta az apropóját, hogy a hét végén egy családias összejövetelen találkoztak a kajakosok és a család tagjaik, mert 25 éve költözött ki a Honvéd kajakkenu szakosztály a hajógyári szigetre, és ebből az alkalomból meghívtak régi, mai olimpiai világbajnokokat, és hogy ez mit jelent valójában, ezt két vagy három számmal igazolnám, hogy 14 olimpiai bajnok, 8 világbajnok és 7 Európa bajnok volt ott a társaságban. Ezen kívül, hogyha ezt mind össze tovább fokozzuk, illetve még tovább nézzük a helyezéseket, akkor összesen 84 olyan versenyzője van a Budapesti Honvédnak, amelyik világversenyen dobogón végzett. Azt hiszem, ez egy olyan sorozat, vagy egy olyan teljesítmény, amit azt mondom, bárki megirigyelne a Honvédtól a világban. Végül, de utolsó sorban ugye fociról is ejtsünk pár szót. 5-1-re nyert az U20-as válogatott. Hát ugye a fiataloknak az elmúlt egy év teli volt ugye váratlan ugye fordulatokkal, leváltották a szövetségi kapitányt, többszöri edzőcseré volt a U20-as válogatott mellett, és az is egy lelki teher lehetett a számukra, hogy ugye 4 évvel ezelőtt az U20-as válogatott bronzérmes volt a világbajnokságon, és mindenképpen ezt a teljesítményt szerették, vagy szeretnék ők megközelíteni, és ehhez képest egy nagyon nehéz csoportba kerültek Brazíliával, Koreával és a brazilokkal, és éppen ezért ez nem egyszerű feladat. Nos, ehhez képest nagyon-nagyon jól verték az első akadályt, 5-1-re nyertek, és ez már azt jelenti, hogy a legközebbi mérkőzésükön, ezen pont a brazilokkal játszanak, csak döntetlent érdekel, akkor már azt jelenti, hogy tovább jutok a csoportjukból, tehát egyel előrébb jutnak majd ahhoz a célhoz, amit mindenképpen szeretnék megvalósítani, és hát az is egy jó dolog, és reméljük, hogy ezekből a játékosokból később majd egy-kettőbe is érik, mint hogy abból a csapatból beérett Koman Vladimir vagy Stieber Zoltán, ugye ma mind a ketten külföldön futballoznak, és igen meghatározó, már a mai magyar felnőtt válogatottnak, hogy Mester 3-assal mutatkozott be
a magyar csapat egyik legjobb játékosa, és hát reméljük, hogy azért a góllövő tudományból marad neki majd a későbbi mérkőzésekre is. Ugye a Királykupa Barcelonája. Hát igen, ugye múlt héten éppen mondtuk, hogy és nagy sorozata van a spanyol bajnoknak, és ez a sorozat megint csak abban érte el úgymond a csúcspontját, hogy nem csak hogy megnyerték a Királykupát, megnyerte a Királykupát a Barcelona, hanem az, hogy Messi ismét egy olyan káprázatos gólt lőtt, amiről azóta is beszélnek a futballrajongók, sőt még a nem futballrajongók is értékelték azt a cseh sorozatot, amit ugye a félpályáról elindulva jobb szélről becselezte magát a 16-osra bőre, és utána rövid sarokba lőtte a labdát. Ez igazán klasszis teljesítmény, azt mondtam pont abban a társaságban, ahol néztem a mérkőzést, hogy én szerintem már most oda lehetne adni az idei aranylabdát a Messi, mert amit most a tavasszal produkált, az már önmagában szerintem elegendő ahhoz, hogy a szakértők is ezt így értékeljék. Még így ennél a témánál, ugye a Királykupánál maradva, hogy merült fel bennem a kérdés, hogy régen mindig az volt, hogy az első két hely az már el van döntve, tehát hogy vagy a Barcelona, vagy a Real Madrid. Hogy ez a bajnokságban esetleg szokott így lenni, a Királykupában nem mindig. Igen. Mondjuk, hogy a bajnokságban ott most például mi a helyzet? Hogy alakultak a dolgok. A bajnokság befejeződött a spanyoloknál, ugye Barcelona nyerte a bajnokságot, Real Madrid. Hát azt is. Igen. Uh-huh. Igen. Ugye most egy triplázás előtt áll a katalán együttes, megnyerte a bajnokságot, megnyerte a Királykupát, és hogyha a hétvégén megnyeri a BL-t is, ugye a Juventus ellen, akkor három trófeát gyűjt be, ami utoljára 2008-ban sikerült, akkor még a másik edzővel, ugye nem Luis Enriquével, de ez ismét, ez megismételve egy nagyon-nagyon szép eredmény lenne. Látsz erre esélyt egyébként? Lát, teljes mértékben. Tehát nem lesz könnyű ellenfél, most egy picit, hogy már belemegyünk a beharangozóba, vagy az étlapba. Az olasz együttes, a Juventus nincs annyi klasszisabb, mint a Barcelonának, viszont remekül védekeznek, és egy nagyon-nagyon stabil, jó futballt játszanak. Tehát nem lesz egy úgymond egy könnyű mérkőzés a Barcelonának, de én azt hiszem, hogy sokkal jobb formában van most a katalán együttes, és nyerni tud majd. Dárdai, ugye a Hertha edzője. Hosszú ideig tartott a megalapodás, mindenki azt hitte, hogy majd a bajnokság végén egymás nyakába borulnak, és két pillanatot megegyeznek a folytatásról. Ehhez képest több mint három napig egyeztettek, tárgyaltak, hogy mi is lenne a megfelelő részben, szakmailag részben, nyilván anyagilag, meg technikailag, de végül is aztán egymás tenyerébe csaptak, és nem volt alaptalan ez a hosszú alkudozás, már idézőjelbe téve ezt az alkudozást, hiszen Dárdai egy olyan szerződést kapott vagy kötött, amit még senki nem kötött vagy kapott, sem a Bundesligában, sem pedig a Herthánál, magyarul korlátlan ideig lehet a Hertha vezetőedzője, ha az eredmények is úgy akarják, illetve maga a Dárdai Pál is azt úgy érzi, hogy ő ott akar dolgozni sok-sok évig. Hát ugye volt erre két-három példa, egy a német labdarúgásban, még egy francia labdarúgásban, hogy egy-egy edző több mint 20 évig dolgozott. Az egyik az Ökszerin, másik pedig nem a Herthánál, hanem a Brémánál. Úgyhogy ha Dárdai Pál ezek nyomdokaiba akar lépni, akkor most itt az esély, a lehetőség. Ugye bemarad Stieber Zoltán által vezérelt Hamburg csapat. Igen, múlt héten említettük, hogy ez egy nagyon nem lesz egyszerű feladat a hamburgiaknak, és azért is vártam mindenki érdeklődésre ezt a mérkőzést, mert az egyetlen együttes, amelyik 52 éve folyamatosan sorozatban játszik a Bundesligában, rezgett a léc, hiszen az első osztályozó mérkőzésen csak egy-egyet játszottak, de a másik mérkőzésen a 91. percben sikerült egyenlíteniük, és Stieber Zoltán a 66. percben állt be, és aztán hosszabbításban harcolták ki ismét a bentmaradást, tehát továbbra is a Hamburg az egyetlen együttes, amíg folyamatosan több mint 50 éve ott van a Bundesliga élvonalában.
és végezetül, ha már labdarúgás, akkor egy kis hazai, ugye a Pápa és a Dunai Város kiesett. Az hát ez sajnos várható volt, igen, hogy a Pápai és a Dunai Város lesz a két kieső. Békés Csaba és a Vasas jutott föl az MB2-ből. Nem lesz egyszerű dolg egyik együttesnek sem, amelyik most följutott, hiszen két 12 csapatos lesz csak az MB1, tehát még ugye nem dolgozták ki az elnökség az alapszabályt ezzel kapcsolatban, tehát a versenykiírás, de mindenképpen ez egy, így hogy 12 csapatos lesz a bajnokság, egy erősebb, nagyobb erőbedobásra készíteti a csapatokat. Ezek voltak az elmúlt hét legérdekesebb sporttörténései. Mi várható ezen a héten fel, hogy a BL döntő Barca Juventus? Igen, ezelőtt már érintettük, úgyhogy most erről többet nem. Kajakkenu válogató lesz itthon, vagy válogatott? Augusztusban kajakkenu világbajnokság lesz, és most a hétvégén rendezik erre az első válogatott idehaza, tehát amelyik egység vagy amelyik versenyző egyéniben győz, annak nagy esélye van arra, hogy az augusztusi világbajnokságon, a moszkvai világbajnokságon képviselje a magyar színeket, ami azért sem mindegy, mert az a világbajnokság már olimpiai kvótát ér, tehát aki ott jó szerepel, az van egyben megváltotta a repülőjegyi trióba is. Lesz NBA? Hát elindul, hogy az amerikai kosárlabdabajnokság ugye döntő sorozata. Gondolom nagyon sokat szeretik a hazai kosárlabda rajongók közül ezt a nagyon látványos és igen színvonalas kosárlabda párharcot, küzdelmet, és hát gondolom, hogy a végső győztes az majd ismét egy történelmet ír a nemzetközi, illetve az amerikai kosárlabda történetében. Forma 1 lesz Kanadában? Igen, hát most ugye az előző futamon volt egy kis baki, hogy Hamiltontól elvette a győzelmét a saját csapata, úgyhogy most mindenki érdeklődése várja, hogy mikor lesz az úgymond a kölcsönkenyér visszajárt, tehát most mikor lesz egy olyan baki, ami esetleg Rosberg győzelmébe kerülhet. Vivo EB is lesz. Vivo EB magyar résztvevőkkel, és természetesen reméljük, hogy magyar érmekkel. És végül egy kézilabda női EB selejtező is. Elkezdődik a sorozat, és szintén azért fontos az EB selejtezőn jól szerepelni, mert világbajnoki, illetve olimpiai kvótát érhet egy-egy helyezés már csak a csoportban, illetve aztán a további küzdelmekben is. Feri, köszönöm szépen. Én is köszönöm.